Ezzel a dallal adták át a nagy közönségnek a tolnamözsi német tájházat. Az évek során többször sor került már a korszerűsítésére, így ez a harmadik alkalom, amikor ünnepelhettek. Amikor alakult a klub, akkor egyszer csak egyetlen egy helységünk volt, amiben most állunk. Aztán 2007-ben társadalmi munkával és összefogással lett felújítva, illetve felújítva ez az egész épület, és akkor kaptunk három helységet itt. Amiben állunk helysége, abban osztozkodtunk a székelyekkel, illetve most is osztozkodunk, és 2019-ben a város újfent felújította most már a pincétől a padlásig, és most itt vagyunk ebbe a szép helységbe, és most megint bővültünk egy különálló helységbe, amiben egy baba kiállításunk van. Tulajdonképpen minden anyagot, amit 91-ben, 92-ben összegyűjtöttünk mi, illetve előttünk volt egy iskolás társaság, aki összegyűjtötte a németséghez kapcsolódó tárgyi eszközöket, az mind visszakerült. És egy kicsit bővült, mert lett itt egy új stelázsink, lett egy mosdótálunk, tehát egy pár dologgal azért bővült, amit adományból kaptunk. A ház új ékessége a baba kiállítás, melynek anyaga a képen látható időshölgy Grül Gyuláné Rikkel Terész keze munkáját dicséri. Az idős asszony által létrehozott gyűjteményt ma a lánya Konci Jánosné gondozza. Így most ebbe a helységbe sikerült a babáknak a 90%-át elhelyezni, és így lehetőség van arra, hogy akár gyerekek, akár felnőttek, ha bejönnek, még lássák a mősi viseletet, ugyanis a településen már viselni nem viseli senki, tehát már csak így él a viselet. A viselet különlegessége, hogy nemzetiségi hovatartozástól függetlenül mindenki ezt hordta a tornamözsön. A legtöbb az ünneplős viseletből van, a mözsi fiatal lány ünneplős viseletéből, amelyik a legdíszesebb, a legszínesebb, és ebből van a legtöbb, de van hétköznapi viselet köztük, van menyasszony, vannak idősebb asszonyok, ugyanis akkor már 30 éves kortól feketébe, sötét színű kabátkába, kendőbe jártak az asszonyok, tehát minden korosztály próbált anyukám felöltöztetni, úgyhogy megtekinthető legyen, tehát hogy lehessen látni, hogy a különböző korosztályokban mi volt a különbség, mi volt a hasonlóság, és amit én nagyon szeretnék kihangsúlyozni, hogy ez a viselet mözsi viselet volt, ami nagyon nagy ritkaság így országosan a sváb viseleteknél. Tehát azt szeretném ezzel mondani, hogy ez nem csak sváb viselet volt, hanem a faluba éltek akkor magyarok, tótok, svábok, és mindenki ezt a viseletet hordta, csak a fejfedőjük, illetve a hajuk fésülésében különböztek. Elsősorban a haoblit emelném ki, ezt a fejfedőt. Ez egyedi teljesen, ezt én még nem láttam sváb viseleteknél. Mindenkinek volt ehhez egy saját szabásmintája a családokba, és ezt otthon készítették. Hát aki nem volt annyira ügyes, az kért segítséget attól, aki jobban tudott varni, szabni, de ezt mindenki saját maga készítette. Volt ez a díszes csipkés sejmes, ezt hordták ünnepekre, és akkor volt egy egyszerűbb anyagból, kartonból, illetve keskenyebb csipkéve, amit a kendő alá vettek már idősebb korba. De hordták egészen, tehát egész végig, a kendő alatt is volt nekik ilyen haubli a fejükön, sőt még alváshoz is, azt úgy hívták, hogy slófhaubla. Ünnepeken, és amikor a vásárokba mentek, illetve elmentek valahova a gyerekkel, akkor a haobli tetejére még ezt a kis krepindl-hauvát föltették. Ez volt a gyerekek ünnepi viselete, de látni itt a szallagból, hogy alatta akkor is ott van a haobli, a hauva. A másik, amit szeretnék kiemelni, az a harisnya, a mözsi harisnya, aminek egy Rydl-Pach-Kranz mintája van, aminek egy érdekes története van, ezt egy szegedi börtönbe zárt rab, aki kiszabadulása után Mözsre került, és ott megtanulta, Szegeden megtanulta a mintát, azt hozta, és a fonóba átadta az asszonyoknak. Onnantól kezdve a mözsi harisnyáknak is ez a Rydl-Pach-Kranz volt a dísze, és az illetőt úgy hívták, hogy Rydl-Pach János. Kendőt is szeretném még kiemelni, mert nagyon sok kézi munkát tartalmaz, tehát a kendő lévő virágmintákat kézzel himezték, illetve önmaguk rajzolták, különböző nevei voltak ezeknek a mintáknak. Volt a szunaplumakranc, a napraforgó koszorú, amiben egy nagy napraforgó virág volt a közepébe.
Volt a hunörpengőkranc, amiben sok apró kicsi virág, ezért volt százpengő koszorú a neve. És voltak még többféle ilyen megnevezésű minták, de ők maguk rajzolták ki és hímezték ki, illetve a csomózást is szeretném még kiemelni, ami egy makramé díszítés, ma már úgy mondjuk makramé díszítés, ami szintén egy nagy ügyességet igénylő kézi munka volt, és a kendőket mindig ezzel díszítették. A rojtok színe, az pedig a kendő színéből, illetve a benne lévő két szín, belehímzett két szín színéből állt össze. A tájház a helyi németség életében új lendületet hozhat. Hát ez egy nagyon fontos központja lehet a helyi svábságnak, mert meg tudjuk mutatni azt, hogy éltek valamikor elődeink, mit viseltek, milyen tárgyi eszközeik voltak, a földeken mivel dolgoztak, otthon a háztartásban mit használtak. De nagyon próbáltuk azt előteremteni, amit láttunk a fényképeken, meg amit az ősöktől hallottunk, a szüleinktől, hogy is voltak a házak berendezve Mözsön valamikor. Annak, hogy a székelyeknek és a sváboknak közös térben van kiállításuk, jelzés értéke van, mondja Koleszár Ferencné. Természetesen jelzésértékű, hogy mi itt együtt élünk. Most már a kitelepítés óta együtt élünk, és jól megvagyunk egymással, és értékelni kell egymásnak a dolgait, a hagyományait. Ugyanolyan fontos nekik, nekünk, mint ahogy mindenkinek a faluba. Mein Liebes Mädel.